Hello, hello, sziasztok, ez itt Kerberusz. Elérkezett a második körös kecskebogyó történet. Most a tüzes kecskebogyókat tudjuk gyűjtögetni. Hát az első négy pályát azon végig szaladtam, de így az utolsó pályán azért meglessük, hogy mégis mit tud az ellen, mik a bónuszok, amik ezzel a lehetőséggel, vagy hát ezzel az eseménnyel járnak, és ezt itt látjuk, ha rákattintotok a piros gogyó-bogyó ikonkára, hogy a tüzes karaktereitek kapnak valamiféle extrát, valamiféle bónuszt, az összes piros karakter plusz 50% támadás nyer, így általában ugye szinergiában kell gondolkodni, ildomosabban gondolkodni. Most ilyen Zimkittel tulajdonképpen nem játszik, sőt, hiszen ő csak 25% extrát ad, míg az alaphelyzet az plusz 50, úgyhogy a Zimkittát nem érdemes vinni. Minden tüzes karakteretek kap 20% counter attackot, counter strike-ot, ugye mondjuk ellene tud ilyen jellegű történetet, nyilván ő több counter strike-ot ad, de mégis azt gondolom, hogy ha nyilván tudtok válogatni hősök közül, akkor most nem biztos, hogy ellene a legmegfelelőbb, és itt van kisbetűkkel, vagy ha nem is kisbetűkkel, de ugye nincs hangsúlyozva semmiféleképpen, és nagyon-nagyon fontos, hogy all enemies have an innate resistance against status ailments, azaz minden ellenfél ellenáll a negatív effektusoknak, ami pedig duplán fontos, hiszen sebzést nem igazán érdemes bevinni, alapból kapunk, és a debuffok pedig nem hatnak az ellenfelekre, így olyan karakterekkel érdemes menni, ami ugye jó sok sebzést tud kiosztani, kipumpálni magából. Nálam a következő karakterekre esett a választás. Nem rossz egy healer, ha piros monóval mentek, mert azért ha éppen nem adja a táblát, azért el tud csipegetni az ellenfél, úgyhogy emiatt van Garnet, és Baldur pedig szépen egy monóban kiváló karakter, aki azért körönként lepufozza az ellent, még hogyha nem jön a csempe, akkor is. És elmegyünk erre az utolsó pályára, az első négyel nem volt gond, nem volt probléma. Itt ugye, hogy mennyiket sebeznek, igazából nem túlságosan lényeges. Az fontos, hogyha elsül, akkor kék speciális counter attackot dobnak magukra ezek a hősök, úgyhogy kékkel emiatt nem annyira érdemes menni, ugyanis ha elsült, akkor nem tudjátok igazából őket sebezni. És hogyha lőnek, akkor a sebzés mellett van a burn damage, ez elég szépen égetnek, 540, azaz több mint 100 égetés sebzés körönként, úgyhogy nem árta van antidótotok. Akkor nézzük meg, ugye maguk a kis mobok, azok nagyon-nagyon könnyedén halnak, egy ilyen piros mono mentén láttán, és fogjátok látni, hogy mennyit sebez, miután elsül, elég szépen. Ugye ez az utolsó pálya még egyszer, és rögtön így félig, meddig le is vitt. Ajánlatos egyébként hozni feltámasztó scrollt, és szerencsém is volt gyakorlatilag, hogy nem Mariannát lőtte meg a másik. Az előző pályákon azért ilyen sebzéseket nem osztanak, úgyhogy most javítom is ide, nem csak hogy ajánlatos, hanem mindenképp jó, ha van egy healeretek. És egy kicsit healelünk is magunkon, amíg Garnet többször be nem tölt, mivel hogy nem hoztam revive scrollt. És nem szeretném meghalni senkivel. Ah, milyen szépen oda pancsolt Baldur. Úgyhogy hiába van Mariana, az Elemental Defense Down-nal ugye hiába lenne Wilbur, így is emiatt Wilburt sem érdemes behozni, hiszen azon kívül a sebzés megosztásban részesültök ti,
és a te szövetségeseid igazából egy más exát nem ad, hiszen a defense damage-ra is rezisztensek az ellenfelek, amit még csak igazából észre sem vettem, mivel annyira bődletesen nagy sebzést kioszt ez a csapat, így az utolsó, az a negyedik pályánál, sőt, még ott sem, hanem amikor megnéztem a leírást, akkor mentem a negyedik pályára, hogy mi van, mi történt, hogy nem érvényes, a status ailment is, igen, itt is van lent az alsó sorban, hogy nem érvényes, úgyhogy igazából szóval így taktikázatok, hogy a végére egy 13-as kombó. Igen, ez aranyos volt. Szóval tulajdonképpen adott hősök mellett nem nagy kihívás, ez sem, ez a pálya sem. No, és ami érdekes, az a következő, megkaptuk a kecskebogyóinkat, hogy a múltkor posztoltam, igen, elnyert az összes tüzes étert, a múltkor posztoltam a képet, fórumra biztosan, YouTube-ra talán nem. Hát valószínűleg az életem egyik legjobb tournament top 1%-os lootját kaptam. Volt benne 2 tier 3-as kecskebogyó, vagy ez a legmagasabb szintű, eddig még egyet sem kaptam. Hát sajnos mind a kettő éppen tüzes, de azért nem panaszkodunk emiatt, és egy tier 2-es második szintű kecskebogyó. Na most mivel? Sikerült abban a ládában, vagy hát azon a top 1%-a megszerzni a kettőt, így fel tudok egy 5 csillagos, tüzes, piros színű hőst húzni. És az előző videóban mondtam, hogy nyilvánvaló azokat a karaktereket éri meg legesleginkább limit breakelni, akiket warban használtak. Most ugye pont Rush warban, úgyhogy változik ez az összetétel. Ez nem a sima és nem a standard, hanem ez kimondottan a Rush war összeállított csapatom. A sima warra ott eddig grémeket használtam. Most ilyen szempontból nagy kérdés, hogy Kagan vagy Greymaker menjene fel, ugye Kagant használom Rush-on, és Kagant ugyanúgy nagyon-nagyon fontos turnamenten, és monóban, raidekben. Úgyhogy ez most egy picikét fogós kérdés, de Kagan felé billen a mérleg. Hogyha leszámítom azt, hogy mi a defense hős, és nyilván ugye azt érdemes elsősorban limit breakelni, a nagyobb, a több attribútumok miatt. Egy másik nagyon-nagyon fontos szempont, ami ugyancsak meggondolandó, hogy ugye sokan limit breakelték például Krampuszt, az olyan defenszív jellegű, azaz védekező karakterek, amelyeket limit breakelsz, de alapvetően nem sebeznek, ugye egy fontos attribútumuk idézőjelbe feleslegbe megy, hiába ugye kúszik fel egy kimondottan csak védekező játékosnak a sebzése, kardocskája, hogyha ő alapvetően direkt sebzés nem oszt ki, akkor ez még egyszer mondom idézőjelbe, mint egy kárba vész, hiszen az autóatak az nem igazán számolható. Na most Kagan tolja ki magából a legböszmébb sebzést a játékban, 3 ellenfélre 380%, és ha kerekítünk 400-ra, akkor ugye majd 1200%-os sebzés, és ez egy így talentelve, kimaxolva 10-es közepes manatöltődés mellett, ugye Afrika 1000%-ot tol ki magából, és akkor nyilván vannak még a területi sebzők a 200 fölötti értékekkel, mint például a kill hair, ugye még többet, de mindenképpen igaz, hogy a 3-3-at sebző karakterek közül Kagan sebzi a legtöbbet, és én ezt értékesebbnek is tartom raid szempontjából.
mint egy területi sebzőt, ami 5 karakterre sebez mondjuk 240-et. Úgyhogy, és az eventekről nem is beszélve, Grimmakert eventen igazából nem lehet használni, vagy hát használni lehet, csak nem biztos, hogy megéri, de eventeken, amit én rendre tolok, legendary szinten, ninja toronyba, stb. Kagan az óriási, úgyhogy még az is lehet, hogy Grimmaker emiatt, pont emiatt le fog cserélődni Kaganra, és lépünk is a tettek mezejére, limit break-elem őt. Hú, ez mondjuk menő ez az animáció. Kapja a kecskebogyót jobbról, balról. Már sokkal többet, mint kellett volna. Nagyjából az első animáció után el kellett volna, hogy fogjon. És akkor azt mondja, hogy a max level 85. És akkor innentől kezdve szépen el lehet kezdeni levelelgetni. Atya ég, bődületesen sok sonkára, meg mindenre lesz szükség, itt látjátok. Az alapvetően vannak 3-os, 4-es, 5-ös karakterek, és ott tartunk, hogy 129k. Most, hogy lepiótát is talentelem, hát ez azért el fog tartani egy ideig, mert non-stop sonka hiányban vagyok, meg feeder hiányban. Most elég jól alakult az utóbbi idő hős szerzése. Ugye egyrészt Fenrir feltoltam 56-ig, 3/56-ig, aztán lepióta bejött, úgyhogy ő már felemelkedett, és 4-16-nál tart. Na de ezután fogom tudni Kagant is húzni, és ezzel a sima limit break-kel, ami azt megint az előző videóban mondom, és nem emlékszek pontosan, hogy az 5 csillagosoknál hány százalék extra, plusz 5 százalék, vagy plusz 8 százalék. Nem akarok hazudni, úgyhogy nem fogom, de előző videóban benne van. Úgyhogy látjátok, csak ezzel, hogy limit break-eltem, még ugye nem léptem további szinteket, 880-ra emelkedett a sebzés érték az életere 1758-ra. Úgyhogy nagyon-nagyon durva. És lehet még a kosztümös verzióját is limit breakelni. Ezt egyelőre hagyom, leginkább amiatt, mivel hogy ezt az alap kosztümös változatot használom sűrűbben és többször. És nézzük meg, hogy mire maradt elegendő, hogy a 4 csillagosok közül Scarlett például olyan, aki megérdemeli, megérdemelhetné, illetve még nála is jobban Wilbur, hiszen Wilbur mégiscsak mindenütt ott van a szinergiában. Csak hogyha limit break-elem Wilburt, akkor pontosan egy-egy kecskebogyón marad, és ennél pedig azt gondolom, hogy fontosabb, hogyha a 3 csillagosok közül inkább rájuk megyek, rá, és aki a 3 csillagosok közül biztos meg fogja kapni a kecskebogyóit, a Sudri. Így is van. És Hawk Moon kosztüm. Még egyszer, 5 kicsi kecskebogyó egy kosztüm esetében, és 3 csillagosoknál, ha pedig csak a kosztümöt szeretnéd, akkor 1, ha minden igaz. Úgyhogy tulajdonképpen a kérdés az, hogy most még itt Wilburt limit break-elném, avagy a 3 csillagosok közül. Ez nem olyan égető fontosságú, annyiból szerencsésebb a piros szín, hiszen a kék 3 csillagosoknál van az álom szinergia, ami kosztüm Gunnert jelent, Nordit jelent, Chick Juniort jelenti, úgyhogy ott mindenképpen több 3 csillagosat is limit break-el az ember, ha szeretne érvényesülni több helyütt. A pirosaknál ez nem annyira lényeges, ott én személy szerint Sudrinak biztosan fogok adni, és Hawk Moonnak, de igazából ennyi. Úgyhogy egyelőre ennyi. És találkozunk legközelebb. Szép napot nektek, sziasztok!